Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió pénteki híradóját látják. Először nézzük fontosabb híreinket röviden. Fejlesztés, új közösségi teret és könyvtárszobát adtak át Ágfalván. Tavaszi városi fotópályázat, 150 alkotásból választotta ki a nyerteseket a közönség. És a Fuvolától a Vadászkürtig ifjú zenei tehetségek léptek fel a Liszt Ferenc szimfonikus zenekarral közösen. Új közösségi térrel gazdagodott Ágfalva. A településen nemrégiben egy új épületben kapott helyet a bölcsöde, ahol étkezőt és konyhát is kialakítottak az iskolások számára. Most ugyanennek az épületnek a felső szintjén alakították ki pályázati forrásból, a közösségi teret és új könyvtárszobát is kaptak a helyiek. Az épülethez előteret is építettek, melyhez lift és vizes blokk is tartozik. Átvágták a szalagot az új bölcsöde épületének felső szintjén. Itt alakították ki az új közösségi teret és könyvtárszobát is. A fejlesztés célja, hogy az itteni szervezetek és egyesületek jobb körülmények között tudjanak működni. Ágfalva történetében, ha visszatekintünk, akkor azt látjuk, hogy régi igénye a lakosságnak, hogy egy nagy létszámú közönséget befogadó közösségi tér létesüljön. És hát ebben a ciklusban a képviselőtestületünk elhatározta, hogy ezt az igényt igyekszik kielégíteni, ezért ezt az épületkomplexumot már úgy alakítottuk ki, hogy harmadik ütemében a közösségi tér és az új könyvtár kialakításra kerüljön. Színes kulturális élettel bír a település, 7 civil közösségünk van, 3 alapítványunk, nagyon aktívak a szülői munkaközösségek, de egyéni kezdeményezések is vannak kulturális és művelődési programok szervezésére, és ezért tartottuk fontosnak, hogy ennek egy méltó helyet hozzunk létre. A fejlesztés részeként az épülethez új előteret építettek, amelyben vizes blokkok és lift is helyet kapott. Az Úr áldása legyen és maradjon rajtunk mindenkor. A köszöntő beszédek után Németh Attila plébános áldotta meg az új közösségi teret. Mindig nagy örömmel jövök Ágfalvára, hiszen az első munkahelyem az Ágfalvi Általános Iskola köthető a településhez, és nagyon büszke vagyok arra, hogy magasan 1 milliárd forint fölött járunk azokba a kormányzati támogatásokba, amelyekkel fejlesztéseket tudtunk végrehajtani Ágfalván az elmúlt néhány esztendőben. Ez a közösségi ház is egy nagy fejlesztés, több mint 80 millió forintos támogatásból tudott megvalósulni. A könyvtár épülete is el tudott készülni ebben a tetőtérben, a bölcsőde és az étkező fölött, és azt gondolom, hogy nagyon hiánypótló, hiszen Ágfalvának hiányzott egy olyan klasszikus közösségi tér épület, olyan lehetőség, ahol a nagyon aktív civil szervezetek működni és rendszeresen találkozni tudnak. A 150 fő befogadására alkalmas közösségi tér minden korosztály számára korszerű körülményeket nyújt majd a hasznos időtöltéshez. Mintegy 150 alkotás érkezett a Sopron Média által meghirdetett tavaszi városi fotópályázatra. A nyertesekről közönségszavazással dönthettek olvasóink. A pályázat Sopron önkormányzata, a Soproni Múzeum és a Prokultúra Sopron támogatásával valósult meg. A díjazottakat csütörtökön a múzeum negyedben köszöntötték a szervezők. Az eredmény hirdetésen dr. Farkas Ciprián köszöntötte a díjazottakat. Sopron polgármestere kiemelte, hogy a fotópályázatra beérkezett alkotások Sopron gazdag épített és természeti örökségeit is bemutatják. A pályázatra 150 kép érkezett, melyből a szakmai zsűri 35 választott ki. A kiválasztott képek közönségszavazáson vettek részt a Sopron Média Facebook oldalán, ahol lájkokkal tudtak szavazni a képekre az olvasók. A soproni fotópályázat első-második díját Csetkovicsné Szukics Éva, a harmadik díjat Lencse Kitti nyerte el. Van rengeteg képem, szeretek fotózni, jövetmenet, bármit, épületeket, virágot, pillanatokat, és éppen azért fényképezek inkább telefonnal, mert az mindig kéznél van, és így meg lehet örökíteni a pillanatot. Szeretem az életképeket, a szép régi épületeket. A fotópályázat számos hobbi és profi fotóst megmozgatott az elmúlt hónapokban. Kovács Péter, a pályázat a negyedik helyezettje, gyermekkora óta fényképez. Édesapámtól tanultam meg ezt, mi sötét kamrában hívtuk elő a fekete-fehér filmeket és nagyítottuk papírra. Ez így kezdődött, ez végig kísérte az eddigi életemet.
digitális fotózással 2007-ben foglalkoztam intenzíven, akkor kiállításra is készítettem képeket. Akkoriban még nem elterjedt volt a HDR technika, így állítottam össze a bécsi est sorozatú képeimet Bécsről, mert akkor ott éltem. Aztán utána jött a család, kevés idő volt a fotózásra, most is nagyon kevés idő van rá, de ha van rá lehetőségem esti biciklizések alkalmával, kék órában, naplemente, tájképek vagy ilyesmit, azért mindig megállok, mert érdemes megállni a szép pillanatokért. Az első helyezett az új múzeum negyed összes kiállítását, a Margaret Island augusztusi barlangszínházi koncertjét, valamint a Fertőrákosi kőfejtő és témaparkot is megtekintheti. A második helyezett nyereménye egy belépőjegy az új múzeum negyed összes kiállítására, valamint egy családi belépőjegy a Fertőrákosi kőfejtő és témaparkba. A harmadik helyezett az új múzeum negyed összes kiállítását megtekintheti, míg a negyedik helyezett egy családi belépőt nyert a Fertőrákosi kőfejtő és témaparkba. Június első vasárnapján tartják a pedagógus napot. A pedagógusok munkája és elkötelezettsége felbecsülhetetlen értékű. Ők azok, akik napról napra formálják a jövő generációit. Nem csak tudást, hanem értékeket és erkölcsi iránymutatást is átadnak a gyerekeknek. Az ő tiszteletükre és elismerésükre szolgál a pedagógus nap, amely minden évben egy különleges alkalom arra, hogy megköszönjük munkájukat. Ez a nap a köznevelésben és a felsőoktatásban dolgozók munkáját ünnepli, kiemelve a tanárok, óvónők és oktatók tevékenységét. Fantasztikus óvodapedagógusom volt az óvodás éveimben, és szeretnék én is legalább olyan jó lenni, mint amilyen ő volt, és a gyerekeknek azt a tudást, azt a olyan élményeket átadni, amit ő is átadott számomra. A mindennapokban a gyerekek nagyon nagy szeretetet adnak, akár egy kis öleléssel, kedves szóval, vagy a rajzaikon keresztül rengeteg mindent ki tudnak fejezni. Fantasztikus azt végignézni, hogy 3 évesen bejönnek ide kicsit félve, még a szülők is félve adják át a kicsi kincsüket ide számunkra, de a végén egy csodálatos pillangóként távoznak innen az iskolába. Fuvolától az oboán át a vadászkürtig számos szólista mutatkozott be a Liszt központban. A Horváth József Alapfokú Művészeti Iskola ifjú tehetségei különböző hangszereken léptek színpadra csütörtök délután. A fiatalok a soproni Liszt Ferenc szimfonikus zenekar kíséretében adhattak elő egy-egy versenyművet. Vadászkürtön játszik Szehágel Petra, a zeneiskola növendéke, szimfonikus zenekari kísérettel. Az iskolában hagyomány, hogy a legtehetségesebb fiataloknak lehetőséget adnak arra, hogy zenekarral együtt léphessenek színpadra. Most játszottam először, és fantasztikus érzés volt. Nagyon élveztem minden pillanatát. Fantasztikus volt a karmester és a zenekar is. A Horváth József emlékest és zenekari kíséretes növendék hangversenyen idén 6 diák mutathatta be tudását szólistaként, így a fuvolától a csellóig sokszínű volt a zenei felhozatal. Nekem a zene egy nagyon fontos szerepet tölt be az életemben, szóval valamilyen formában mindenképpen szeretném tovább csinálni a jövőben is. Én ugye jövőre fogok érettségizni, szóval egyetem mellett, alatt, után mindenképpen szeretnék még valahogy a zenéhez nyúlni, hiszen nem tudom elképzelni igazából az életemet anélkül, és mindenképpen számítok arra, hogy még valamit valamilyen formában kezdek vele. A különleges koncerten Oberfrank Péter zongora művész vezényelt. Az est különleges élményt nyújt a fiataloknak, hiszen többen először tapasztalták meg a zenekarral közös fellépést, emelte ki az intézmény igazgatója Lamper Tünde. Mai estén tehetséges növendékeink lépnek fel zenekari kísérettel, szólistaként, méghozzá a soproni Liszt Ferenc szimfonikus zenekar kíséretével, Oberfrank Péter Barnagy úr vezetésével, és nagyon hálásak vagyunk a Zeneegyesület részeként létrejött Liszt Ferenc szimfonikus zenekarnak, hiszen egytől fakadunk, és az idén 195 évesek vagyunk, és ez a hagyomány, amely majd 80 éves már, ez minden évben megvalósul, ez a koncert. Az eredetileg Horváth József nevéhez fűzhető ez is, hiszen a 30-as, 40-es években kezdte el akkori igazgatósága alatt, hogy a vizsgakoncertek, amelyek itt a kaszinó, akkori kaszinó épületében voltak, alkalmával egy-egy tehetséges növendéket nem zongorán kísértek, hanem maga a szimfonikus zenekar kísért, és akkor az évek során, az évtizedek során ez kinőtte magát egy önálló koncertté. És a mai estén
7 műsorszámban hallhatjuk a nagyon tehetséges növendékeinket, és nagyon várjuk a koncertet. Az eseményen Tóth Éva önkormányzati képviselő, kulturális tanácsnok köszöntő beszédében kiemelte a zenepedagógiai munka fontosságát. Csatkai Endre a soproni zeneművészetről írott egyik munkájában, amely az 1960-as években jelent meg, arról ír, hogy egy-egy városnak a zeneművelődési érete koralként épül fel. Tehát ez azt jelenti, hogy sejtről sejtre. A Sopron zeneművelődési érete már az 1800-as évek elejétől, sőt még az előttről ugyanígy épült fel, és ebben nagy szerepe volt, van, és szerintem lesz is annak a zenepedagógiai munkának, amely Sopronban a mai napig is zajlik. A jelenlegi zenepedagógusok, a jelenlegi művésztanárok, a jelenlegi soproni zeneiskola ennek a koralépítésnek az egyik legnemesebb munkáját végzi Sopronban. A mai napon én nekem egyetlen egy dolgom van köszönetet mondani azoknak a zenepedagógusoknak, akik a mi tehetséges gyerekeinket a zeneiskolában tanítják, nevelik, és szeretnék köszönetet mondani azoknak a családoknak, akik fontosnak tartják, és akik felismerik azt, hogy bizony a zene, a zenei műveltség az milyen fontos. A Horváth József Alapfokú Művészeti Iskolában a diákok 4 tanszakon, 18 féle hangszeren tanulhatnak, emellett lehetőségük van zenekarban játszani, valamint különböző hangversenyeken is rendszeresen részt vesznek. Különleges természetközeli táborokat szervez idén is a Tanulmányi Erdőgazdaság ZRT. A társaság több turnusban szervez napközis tábort, amelyben idén is lesz lehetőségük a gyerekeknek bentlakásos formában is részt venni, melynek a MUK turistaház ad majd otthont. Itt a lábán nagyon szépen elforog, tehát nem szorítja a lábát. A madárgyűrűzést is kipróbálhatták azok a gyerekek, akik részt vettek tavaly a TAEK ZRT erdei táborában. A színvonalas családi programokhoz hasonlóan az erdei tábor célja az erdő, mint életközösség bemutatása, és azon túl a természetben töltött nyári szabadidő élményekben gazdag és hasznos eltöltése. Korábban ezt a Károly magaslaton kezdtük, és utána, amikor 2021-ben megnyitott az erdőháza, áttettük ide az erdő iskolás nyári táborainkat. Folyamatosan fogadjuk az ideérkező csoportokat, emellett lesz napközis táborunk, és lesz ott alvós táborunk is a MUK-on. A Tanulmányi Erdőgazdaság ZRT idén 6 turnust indít június vége és augusztus eleje között. A 6 turnusból 5 napközis tábor, egy pedig ott alvós. Több szakembert is meghívtunk, annak érdekében, hogy ezeket mind a saját szemszögükből mutassák be a gyerekeknek. Így fog hozzánk elérkezni majd vadász, erdész, természetvédő, méhész, de akár még régész is. És a programjaink során lesz majd különböző érdekes, vicces erdei játék, kincskeresés, akadálypályák, különböző ismeretterjesztő programok, túrák, ilyen például a kétéltő túránk, a fák életét bemutató túránk, illetve lesznek majd méhészeti bemutatók, vadkamerázás, lepkehálózás, denevérhálózás, úgyhogy rengeteg izgalmas és érdekes program. Mindenki megtalálja a számára legfontosabb és legérdekesebb információkat és szórakozást. A táborral kapcsolatos részletes információkról, valamint a jelentkezésről a TAEK ZRT honlapján és Facebook oldalán olvashatnak bővebben. Esős, borongós hétvége elé nézünk, az időjárásról részletesen híradónk után hallhatnak. Ezután Mozaik című műsorunk következik, amelynek vendége dr. Simon István Ágoston, az Akvarázs Rekreációs Sport Egyesület elnöke lesz, majd az Erdei utakon Revicki Gáborral című magazint láthatják. Kedves nézőink, a Sopron Televízió pénteki híradóját látták, műsorainkat és további híreinket keressék a sopronmedia.hu oldalon. Én valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Szombaton a napos gomoly felhős időben egyre több felé alakulhatnak ki záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás és jégeső is. A legmelegebb órákban 21-30 fokot mutathatnak a hőmérők. Vasárnap már több napsütésre számíthatunk, csak elszórtan alakulhat ki futózápor, zivatar. Délutára 23 és 30 fok közé melegszik a levegő.
Hétfőn ismét többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, illetve felhőszakadással, jégesővel és viharos széllőkésekkel kísért heves zivatarokra is számítani kell. 22 és 29 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.